az 1700-as években, mint ahogy Magyarországon több településre érkeztek német telepesek, akik itt, hát úgy lehet mondani, megszelídítették a vidéket, és nagy részt földművelésre szőlő műveléssel foglalkoztak, és hát ez lett a hazájuk, és egészen a második világháborúig, ez is elég köztudott, többségben a németek éltek itt Bátaszéken is, és aztán a háború következményeiből kifolyólag a kibetelepítések révén hát megfogyatkoztunk. De azért ez a kis maga, aki megmaradt, itt maradt Bátaszéken, ez próbálta őrizni a hagyományait, nyelvét, kultúráját. Aztán, amikor már a nagy közönség előtt is ildomos volt megjelenni a németséggel, a kultúrával, akkor itt Bátaszéken hát ez a kultúra felvállalása vagy bemutatása elsősorban, vagy elsődlegesen a tánccsoporttal kezdődött. Akkori kultúrigazgató, lelkes tanárok és János bácsiról tudva összehozták az első tánccsoportot, és akkor hát Glöckner János vezetésével hosszú-hosszú évekig működött ez a csoport megszakítás nélkül, és jövőre 2007-ben, ha minden igaz, akkor 30 éves jubileumunkat fogjuk ünnepelni. Szeretnénk egy kicsit hangosabban is majd. János bácsi igazán arra törekedett, hogy visszapróbáljon nyúlni a gyökerekig a néptánc motivumait illetően. Ő neki igazán szerencsés volt a helyzete, abban kifolyólag, hogy zenélt. Nagyon sok helyen megfordultak, még lakodalmakba, bálokba, ahol még a régi idős emberek is ott voltak, és ő neki fogékony volt erre, hogy észrevegye ezeket a dolgokat, és összegyűjtse itt Tolnába, Baranyába. És hát ezért tudott mélyebb gyökerekig hatolni és gyűjteni, míg a fiatalabb generáció, aki már így országszerte foglalkozott ezekkel a néptánc gyűjtésekkel német viszonylatban, már igazán úgy fogalmaznak, hogy magyarországi német. Nem tudtak visszamenni egész a gyökerekig, tehát az itt átalakult kultúrát örökítik ők meg a táncaikba. És hát ebből fakadóan érte János bácsit nagyon sok bírálat, hogy Németországba német motívumokat hoz meg ilyen dolgokat. És hogy a János bácsinak igaza volt ebbe, az győzött meg, mikor én ide kerültem a csoporthoz, tehát hogy igaza van a János bácsinak, vagy igaza lehet ebbe, hogy az első versenyen, amikor például egy kakasdi csoport is velünk volt, mert magyar-német tánc is volt egy aránt ezen a versenyen, azt mondta a zsűri elnöke, egy idős bácsi, hogy elmentek kigyűjteni, tehát Erdélyföldre, elmentek kigyűjteni, mert nagyon eredeti motívumokat látni a táncaikban, és ez nagyon jó és ügyes dolog. Na, itt gondoltam azt, hogy na, akkor a János bácsinak mégiscsak lehet valami igaza, és ezek a koreográfiák igenis a helyén vannak, és legyen nekünk az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük, és tovább vigyük. Annál is inkább, mert egy későbbi időpontban, ugyan ezen a versenyen egy másik zsűri a János bácsit már koreográfusi különdíjjal tüntette ki, pontosan azért, mert nem azok az elcsépelt motívumok, két-három keringő lépés jobbra, egy-két szepedli balra, hanem tényleg igyekezett ő megjeleníteni a régi kultúrát.
nem olyan régóta nincs velünk a János bácsi. 2005 őszétől vette át a csoportot, vagy adta át inkább János bácsi Wittendorfer Ildikónak a csoport vezetését, úgy gondolva, hogy talán jó kezekbe kerül. Egy táncsoport irányítása, vezetése igen komoly feladat. Fiatalokkal, emberekkel, gyerekekkel kell foglalkozni, ami magában felelősség, átörökíteni azt, amit te tanultál Annó János bácsitól, ez is óriási nagy felelősség. Hogyan láttál neki a feladatnak, és hogyan sikerült megbirkózni mindezzel? Hát tulajdonképpen ez már egy ideje János bácsiban megfogalmazódott, hogy ő nekem szeretné, meg maximum még az öcsémnek szeretné átadni a csoportot, tehát hogy ő úgy érezte, hogy a mi kezünkben biztonságban marad a csoport. Hát én nagy kihívásnak tekintettem ezt minden esetre, mert úgy éreztem, hogy nem lesz egyszerű volt táncosként átvenni a csoportot, tehát a társukként táncoltam eddig, ugye, és innentől kezdve, hogy a dirigálok, mondom, hogy mit, hogyan. És féltél attól, hogy esetleg kvázi főnökként, ezt természetesen idézőjelben értendő, nem fognak elfogadni? Vagy nem fognak inkább szót fogadni? Hát a szófogadásra arra gondoltam, igen. Hát elfogadni, én úgy éreztem, hogy azért mindenki kedvelt ezelőtt, meg én próbáltam, ha voltak is klikkesedések, akkor is próbáltam mindegyik klikhez egy picit oda menni, vagy mindegyikhez egy picit tartozni, ami nem volt egyszerű feladat, és most sem az. De úgy érzem mostanra, talán most egy éve kb. Hogy csinálom, hogy úgy nagyjából elfogadtak, mint vezetőjük. Még mindig nehéz, még mindig nem fogadnak teljesen szót, hisz hát sokkal fiatalabb vagyok, mint a János bácsi, tehát neki eleve már az életkora adott egy ilyen tiszteletet. Tehát hogy a gyerekek tiszteletből odafigyeltek meg, stb. Ilyesmi. És hát próbálom csinálni, csiszolgatni a táncokat, javítgatni. Egyelőre még új koreográfiában még nem gondolkodtam, de szeretnék mindenféleképpen azt is. János bácsi nagyon komoly múlttal rendelkezett, mint koreográfus, mint művészeti vezető, hihetetlen tiszteletnek örvendett. Valljuk egy kicsit talán későn már az ő szakmai pályafutását, illetően későn fogadták el az országban, de itt Tolna megyében, Bátaszéken mindenképpen nagyon elismert szaktekintély, ha fogalmazhatunk így. Ezzel mennyire nehéz neked megbirkózni, hiszen van egy szint, amit elvárnak tőled is. Hát igazándiból én próbáltam, mikor táncoltam, akkor is ennek a szintnek, amit a János bácsi így megkövetelt tőlünk, annak eleget tenni, és az ő elmondása szerint eleget is tettem neki. És én próbálom ezt megkövetelni a gyerekektől is, fiataloktól, a táncosoktól, és hát nem egyszerű, vannak nem olyan jó képességű táncosok, akiknek több idő kell, több gyakorlás, hogy eljussanak arra a szintre, de én úgy gondolom, hogy őket is el lehet juttatni arra a szintre, hogy egy egységes csapat legyen a tánccsoport. Közelmúltban a tánccsoport aranyminősítést kapott. Mikor, hol szerepeltetek, hol volt ez a megmérettetés, egyáltalán hogy jutottatok el idáig, hiszen ez a legnagyobb dicsőség, mondhatjuk, egy tánccsoport életében. Természetesen, örülünk is neki, annál is inkább, mert ugye egy kicsikét átrendeződött a tánccsoport is. Néhány régebb óta táncoló tag
abba hagyta, vagy ritkábban jön, és most a fiatalabbak kerültek előtérbe. Őket sikerült olyan szintre felhozni, hogy újra fényesen csillog ez a Balatonberényi Táncfesztivál díja. Hogy jutottunk idáig? Nem először voltunk. Először, hát nem is tudom, 99-ben vagy 2000-ben, már pontosan nem is tudom, de jó néhány éve szerepelünk ezen a versenyen. Egyszerűen Berényből, Balatonberényből küldték el, hogy ezt a versenykiírást a polgármesteri hivatalokhoz. És így jutott el akkor ide a műfházhoz, műfázon keresztül hozzám, hogy lesz ilyen verseny. És hát így tényleg 2004-ben nem lett megrendezve, de azóta folyamatosan részt veszünk ezen a versenyen, és aranyminősítéssel. Úgyhogy már egy kicsit ilyen törzstagok vagyunk ezen a versenyen. Milyen táncokkal készültetek, hiszen egy minősítésnél nagyon fontos, hogy mit mutat meg magából a tánccsoport. Nem biztos, hogy mindegyik koreográfia alkalmas egy-egy ilyen versenyre. Tulajdonképpen két koreográfiával kellett készülnünk. Hát az egyik választásom a legújabb táncunkra esett, a Landler című koreográfiára. Ez volt János bácsi számunkra legutolsó koreográfiája. Én úgy gondoltam, hogy ezzel még nem szerepeltünk Berényben, mivel hát többször is voltunk, mindenféleképpen olyant is kellett választani, ami még nem szerepelt, vagy ha szerepelt, akkor is esetleg csak a gálán, tehát minősítésként nem szerepelt. És tehát az első egyik tánc ez volt, ez a Landler. Én úgy gondolom, hogy ez egy jól megművelt koreográfia, tehát szépen össze van rakva. Igaz, hogy kicsit lassabb tánc, ami a Landlerből kifolyólag, mint tánc stílus. Lassabb, de szépen előadva, az is nagyon szép. És a másik táncnak pedig egy pörgősebbet választottam, az pedig a Shot is című koreográfia, ami nagyon lendületes, és lehet benne jól hangulatot kelteni. És hát ezek a táncok jellemzik igazán a Hármad Német Nemzetiségi Tánccsoportot. Hangulat, ez mennyire fontos egy-egy ilyen minősítéskor? Utána az értékelésnél mit mondanak? Ez mennyire befolyásolhatja a minősítést, akár pozitív, akár negatív irányban? Befolyásolja mindenféleképpen, mert ha a zsűri azt látja a táncosok arcán, hogy na, ezt most azért csinálom, mert muszáj, akkor már eleve nem úgy állnak a csoporthoz. De hogyha mosolyognak a táncosok, és kúrjantanak, sikítanak a lányok, akkor azért abból szerintem az tükröződik meg így a közönség által visszahallott dolgokból is az jön le, hogy ez kell a közönségnek mindenféleképpen, hogy ezek a gyerekek élvezik azt, amit csinálnak, és hogy szeretettel csinálják, és ez szerintem nagyon sokat számít, sokat dob a fellépésen, még akkor is, ha esetleg a fellépés közben, vagy tánc közben jön egy kis baki vagy. Volt egy kis baki? Hogy láttam? Hát, aprók mindig vannak. Úgy gondolom, de olyan feltűnőek nem. Tehát, hogy észre se veszi igen, őket. Kirívóak nem voltak, hála az égnek. Amikor a zsűri értékelt titeket, mit mondott? Bizonyára ilyenkor a pozitívumok mellett akár bizonyos kisebb hiányosságok is előtérbe kerülnek. Én azt gondolom, hogy kezdjük a pozitívumokkal. Igazándiból most idén nem volt olyan nagy értékelés. Miután megkaptuk a minősítést, utána oda lehetett menni a zsűrihez, és mindenki a saját csoportoknak elmondta a véleményét. Tulajdonképpen
igazándiból sok rosszat nem is kaptunk, főleg jót. Már azzal fogadtak, hogy hát újra bátaszéket láttuk, tehát nem csalódtak bennünk. Ugyanúgy lendületesen, szépen mosolyogva, koreográfiák is jól összeszerkesztettek voltak, tehát így mindenféleképpen sok jót kaptunk. De így részleteiben nem mentek most annyira bele, hogy most minden lépést kirészleteztek volna. Igazándiból talán most rosszat nem is nagyon hallottunk. Úgyhogy ennek azt örültünk. Azt hiszem, hogy nagyobb elismerés, meg aztán végképp nem lehet. Tamás, te mióta vagy a tánccsoport tagja? 2,5 éve táncolok. Hogyan kerültél be ebbe a közegbe? Ha jól tudom, az édesanyád táncolt hosszú-hosszú éveken keresztül, ma a Hexen Duo tagja, tehát volt egyfajta motiváció, hátsó indítatás. Volt, hát anyu már korábban is mondta, hogy jöjjek táncolni, még amikor fiatalabb voltam, de csak most. 2,5 éve gondoltam úgy, hogy próbáljuk meg, és összejött. Én még a régi tűzoltószertárban kezdtem, még a Hunyadi utcában, és általános iskola első osztályában, amikor mentem, akkor elkezdtem. Aztán akkor még nem volt ilyen gyerekcsoport külön, és akkor egy rövid idő után akkor kis szünet volt, és utána ide került a csoportnak a próbája a Művházba. Akkor volt gyerekcsoport, és akkor azóta folyamatosan. És ennek már majdnem 20 éve. Hogy telt ez a 20 év? Mit tapasztaltál? Hát, ugye amikor fölkerült az ember a nagyokhoz, úgymond, ezt mindig úgy mondtuk, hogy a nagyokhoz, akkor eleinte furcsa volt, hogy hát alig ismer valakit, aztán hogy lassan-lassan megismerte a többi táncost, és akkor ahogy jobban megtanulta a táncokat, akkor egyre többet tudott táncolni is, fellépésre is egyre többet tudott elmenni, és akkor jött az, hogy na, akkor most már ezt is meg lehet vele csinálni, már ezt a táncot is tudja azt is, és akkor már végén az egész repertoárt megtanulta az ember. Akkor ment mindenhova a csoporta, nagyon szerettem menni mindig. Mit jelent számodra a tánccsoport? Te sok mindent tapasztaltál ezzel az egységgel, ezzel az együttessel. Mit jelent a te életedben? Hát teljesen beleivódott, teljesen hozzátartozik, tehát így nem tudom elképzelni nélküle, még hogyha sokszor úgy is adódik, hogy nem tudok jönni próbára, mert valami közben jön, akkor azt megérzem azért, hogy most egy-két-három próba valamiért kimaradt, az úgy hiányzik. És akkor jövök, akkor olyan jó érzés, hogy na, újra itt vagyok a többiekkel, és akkor mint egy másik család. Kicsit nagyobb létszámú, de az. Én nagyon-nagyon szeretek táncolni. Én gyerekkoromban egyrészt azért kezdtem el táncolni, hogy valamivel le tudjam kötni a szabad energiáimat. Tehát nagyon mozgékony, fiatal koromban nagyon mozgékony voltam, és ezáltal próbáltam valami olyan dolgot keresni, ami még a jövőben hasznára válhat számomra, ezért kezdtem el én táncolni, és azóta végül is azt mondom, hogy nagyon-nagyon megszerettem a táncot, ebből kifolyólag nagyon sok barátságom, tehát nagyon sok ismerősöm, barátom van, nem csak a megyébe, az ország egész részén tánckapcsolatból elég sok mindenkivel így jó barátságba kerültem. Hát, nálatok ez már családi tradíció. Igen. Szülők, tesók. Lehet mondani, igen. Mindenki itt van. Végülis én a nővéremmel együtt kezdtem el táncolni annak idején, és szüleim csak utána később, azt hiszem 2 éve kezdték el, vagy 3 éve kezdték el az idősebb táncosok a táncot tanulni, és ők is úgy voltak vele, hogy megpróbálják, hát ha sikerül nekik is ezeket a táncokat, a könnyebb táncokat, könnyebb koreográfiákat elsajátítani. És hát ez úgy veszem észre, elég sokat járok én is az idősebb tánccsoportnak a próbáira. Szoktam nekik segíteni, és nővéremet is szoktam segíteni a táncok esetleg lépések tanításába, fiúk lépéseknek, a csapásolóknak a tanításába, és ezért én az idősebb tánccsoporttal is nagyon jóba vagyok.
és végül is szeretem őket, hogy ilyen szintre eljutottak. Végül is hát azt lehet mondani, hogy a legfiatalabbak is majdnem, tehát elmúltak már 40 évesek. Mióta te a csoport élén vagy, azóta te még új koreográfiával nem próbálkoztál. Ugye hát az újonnan fölállt tánccsoportot, egy kicsit átszerveződött tánccsoportot azért muszáj volt összerakni, muszáj volt esetleg a kisebb hiányosságokat pótolni a már folyamatban lévő táncoknál. Most megint elkezdődik egy újabb esztendő, jövőre 30 éves lesz a tánccsoport, tehát egy nagy jubileum van készülőben. Gondolod, hogy esetleg erre összehozni egy új koreográfiát? Őszintén megvalva, ebben még így nem gondolkodtam, tehát szeretnék mindenféleképpen új koreográfiát én is, amíg még a János bácsi van és tud segíteni, mert hát koreográfiát még soha nem állítottam össze, tehát ahhoz kell még bőven a segítség. Tehát mindenképpen szeretnél rátámaszkodni a jövőben szeretnék is. Szeretnék természetesen. Amikor elkezdtem a csoportot csinálni, akkor az volt az elsődleges célom, illetve célkitűzésem, hogy a meglevő táncokat, mivel most már eléggé átvariálódott a tánccsoport, tehát a tagok teljesen lecserélődtek már, mondhatni. Ezért úgy gondoltam, hogy azokat a táncokat, amik már vannak, amiket János bácsi koreografált, azokat fölhozni olyan szintre, hogy azok előadhatóak legyenek. Mert sajnos vannak még olyan táncok, amiket ez a csoport még nem teljesen tud. Tehát nem pontosan, nagyjából, de nagyjából sajnos a fellépéseken nem elég. És ezeket szeretném mindenféleképpen fölhozni, mert azok között is vannak még nagyon szép táncok és nagyon jó táncok, és ezeket tartottam én most talán a legfontosabbnak. Aztán éppen azért talán, mert hogy összeszokjunk így csapatként, és aztán majd lehet koreográfia is. Lehet, hogy még talán a 30 évesre is.